Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban pillangófinggal és szappanos vízzel fogunk kereket mosni, mert sokszor érkeznek ilyen megjegyzések, hogy valaki ezt pillangófinggal is le tudja mosni, valamint szappanos vízzel. Meglátjuk, a pillangófingban nem vagyok annyira biztos. Beletettem egy ilyen kis flakonba egy csomó pillangófingot, nagyon sokáig gyűjtögettem, úgyhogy nem a flakonon található termék található benne, hanem pillangófing. Valamint szappanos víz, ebbe se a flakonon található, vagy ha valaki felismeri a flakont, akkor nem az a termék van benne, hanem szappanos víz. Jó sok szappan van benne, hogy ne lehessen megszólni, nyomtam kettőt rajta, és van benne egy kis meleg víz. Először csak ráfújom a pillangófingot, hagyom hatni egy kicsit, és utána leöblítjük. Nem hozott le mindent, van még rajta látható kosz. Úgyhogy frankon megmondom, hogy mivel mocsok sok idő összegyűjteni ezt a sok pillangófingot, ezért igazándiból nem ajánlom, mert nem gazdaságos. Fele flakont elfújkáltam csak erre az egy felnire, és még nem is tiszta. Úgyhogy hát ezt nem tudom ajánlani. Nézzük a szappanos vizet. Thank you.
ez se hozott le mindent, viszont nekiállunk és ecsettel és kefével bedolgozzuk. Na hát így első ránézésre úgy Schatzberg kávé tisztának tűnik. Na de nézzük meg, mi történik, ha egy kifejezetten felni tisztítóval átfújjuk. Azért van különbség. Előtte viszont azért körülbelül így nézett ki, sőt, a hátsó kerekek most még koszosabbak is voltak. Úgyhogy... Na hát értelemszerűen azért a szappanos víz hoz le, mert azért a szappanos csak egy zsíroldó. Úgyhogy nagyon meglepődve nem vagyunk rajta.
de értelemszerűen nem ugyanazt az eredményt hozza, mint egy kifejezett felnőtt tisztító, amiben nem csak zsíroldók vannak feltétlenül. Ezzel ez a videó ennyi is volt. Ha tetszett, küldjetek rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el megnyomni a kis csengettyűt, így nem maradtok le ilyen is ehhez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és legyen szép a napotok. Sziasztok!